Kovácsné Kacsó Emília a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal, Karcagi járási hivatal népegészségügyi osztály igazgatási ügyintézője, az emberi erőforrások minisztere elismerő oklevelét vehette át. Ebből az alkalomból beszélgettünk vele. Kormány tisztviselőként 2002 óta dolgozik a népegészségügyi igazgatásban. Az elmúlt 19 évben végzett tevékenysége megmutatta, hogy munkájára a szakszerűség, a gyorsaság és a hatékonyság jellemző. Feladatellátása során kiemelt figyelmet fordít az osztály ügyfeleivel való kapcsolattartásra és a hatékony együttműködésre, hangzott el többek között róla a méltatásakor. Mint elmondta, 2002. május 6-án kezdett dolgozni az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat Karcagi Városi Intézetében, előtte is az egészségügyben tevékenykedett. Amikor szakmát kellett, vagy továbbtanulást kellett választani, akkor a Móricz Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola ügyviteli szakára jelentkeztem, és akkor sikeres felvételi után, és kerültem oda, ott tanulmányom befejezése után pedig elhelyezkedtem, hát teljesen más területen, a Népiparművészeti Szövetkezetnél. Utána végeredményben ott dolgoztam egészen 95-ig, kislányom születéséig, utána kerültem ki a Kátai Gábor kórházba, az már az egészségügy felé orientálódik, végeredményben orvosírnokként voltam foglalkoztatva, fertőző beteg osztályon, illetve a bőrgyógyászati osztályon voltam. Most a bőrgyógyászati osztályon dr. Varga Gizella főorvosnő volt az osztályvezető abban az időben. Férje az ANTS Városi Intézetének a helyettes városi tiszti orvosa, főorvosa volt, és ő neki az ajánlására kerültem, illetve adtam be önéletrajzomat a városi intézethez, és nyertem felvételt 2002. május 6-án, és azóta vagyok itt. A COVID-19 világjárvány elleni védekezés miatt rendkívüli módon megnövekedett járványügyi hatósági feladatok ellátása. A népegészségügyi osztály járványügyi intézkedéseivel kapcsolatos adminisztrációs feladatok teljes körű ellátása és koordinálása mellett számtalanszor vett részt a járvány megfékezése érdekében végzett járványügyi vizsgálatokban és munkatársaival együtt, munkaidőn túl is, állandó hétvégi munkavégzéssel. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy háttérmunkás vagyok, mert a szakmai feladatokat végeredményben a kollégáim, a közegészségi és járványügyi feladatokat ellátó kormánytisztviselők látják el, én inkább az adminisztratív oldalon vagyok. De mindezek mellett a temetkezési szolgáltatókkal kapcsolatos engedélyezési eljárásokban, illetve a korbanszani vizsgálat nélküli hamvasztásos ügyeknél nyújtok segítséget, illetve akkor találkozok a ügyfelekkel. De egyébként a COVID idején, hogyha lehet így mondani, akkor nagyon sok tájékoztatást nyújtottam a érdeklődők felé, hiszen ez egy teljesen új volt az emberek számára és a mi számunkra is, tehát a pozitív eredmény megléte után nagyon sokan érdeklődtek, és adtam tájékoztatást a akkori aktuális eljárás szerint, hogy mi is a teendő. A megnövekedett járvány ügyi feladat ellátásunkat segítették a karcagi, tiszafüredi és kunhegyesi járási hivatal más szervezeti egységeiből osztályunkon történő munkavégzésre áthelyezett kormánytisztviselők, munkavállalók, akik vállalták a napi munkaidőn felül és hétvégére elrendelt rendkívüli munkavégzést is. Hát a COVID idején az nagyon nehéz volt, megmondom őszintén, mert többször az ügyfelek is mondták, akik kerestek bennünket szombaton, vasárnap, hogy ők nem is gondolták, hogy mi benn vagyunk és dolgozunk. Megosztottuk a hétvégéket azért, hogy a családra is maradjon idő, illetve hogy fel tudjunk egy kicsit töltődni. Hát ez volt, amikor többé-kevésbé sikerült is, de hát elválasztani nem igazán lehet. Tehát az olyan időszak volt, amikor úgy nem tudta az ember elvonatkoztatni önmagától végeredményben, de azért igyekeztünk
otthon lenni, azért egy kicsit félretenni, és akkor a hétköznapokat élni. Lelkiismeretesen több mint fél évet dolgoztak osztályunkon. Munkavégzésük nagy segítséget jelentett részünkre, mondta a díjazott, aki úgy érzi a miniszteri elismerés, ami nagy meglepetés volt a számára. Nem csak neki, hanem az említett kollégáinak is szól.